adtunk egy ultimátumot a keretszámokra vonatkozó kormányrendelet visszavonására, ez nem történt meg, erről fogunk beszélgetni, illetve a hosszú távú terveinkről. Megalakultak a hallgatói hálózat különböző sejtjei. Mint szerdán, mint hétfőn jelent meg sejtes meggyűlésen DK-n. Nem mertek se igen, de se nemet mondani. Lehet, hogy majd átgondolják a pótfelvételi időszakában a keretszámokat, erről mit gondoltam? Ezt nem látom túl reálisnak igazából. De ezzel eleve baj van, hát a pótfelvételin már csak fizetős helyekre lehet jelentkezni. Valószínűleg nem mernek. Tudják, hogy van igazság, meg van jogosság a mozgalomnak, de valószínűleg teljes messzélséggel sem mernek kiállni mellette. Megyünk a 34-es terembe. Megtiszteltetés, hogy meg keresték itt az ELTE Bölcsészettudományi Karának a kampuszát ezzel a rendezvényel. Hát sajnos bizonyos keretek között élünk. Nem halljuk, nem halljuk. Megnézzük a tévében. A probléma az, hogy ez az önök rendezvénye, ez ugyanúgy nem engedélyezett rendezvény. Nem kértek tőlem normális időben rendes foglalási engedélyt, senki. Két kolléga bejött hozzám a rendezvényen, 5 perccel, 10 perccel megadom a lehetőséget. Ez a terem befogadó képességét nézve, nyilván sokkal kisebb, mint önök megtöltik. Itt nem lesz vesz Balkán, úgyhogy arra kérem önöket, hogy bővidőn belül távozzanak. Egyébként mit gondol a hallgató követeléseiről? Tudják, hogy mit akarunk. Az a kérdés, hogy hogy veszük rá őket, hogy azt csinálják, amit szeretnénk. Úgy érzik, hogy ez a kormány, meg ez az egész, ez annyira lehengerlő, és annyira nem hallgat ránk egyszerűen, hogy nekik rosszul az érettségére kell készülni, meg ilyesmi, és így honnan már le fognak áldozni az idejükbe. Az MTA Közgazdaságtudományi Bizottsága kiadott egy nyilatkozatot arról, hogy diszkriminatívnak tartják a közgazdasági helyek elosztását, és abszolút nem értenek vele egyet, nem látják megalapozottnak, főleg nem a munkaerőpiac által. Úgyhogy üdvözöljük az ő nyilatkozatukat. Mindenképpen örülünk annak, hogy a hallgatók megszerveződnek és a saját érdekeiket képviselni akarják. Hasonló körülmények között hoztuk létre az első szabad szakszervezetet ugyanitt, nem ebben a teremben, de ugyanígy megtiltották a gólyavár használatát akkor is, és mégis megszerveződtünk. Kinek van javaslata arról, azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagáljunk a kormány negligálására, illetve ellenségességére? Gyűléseket kéne szervezni, ahol a oktatóhálózattal közösen az egyetemek vezetését is magunk mellé próbáljuk állítani. És ez is egy rövid távú javaslat, hogy mondjuk egy hónap múlva tartsunk egy olyan fórumot, ahol elhívjuk Hoffmann Rózsát, ő hozhat magával mindenféle szakértőket, mi is oda megyünk, és mi is viszünk magunkkal szakértőket. Az előbb azt mondtuk, hogy teremfoglalás meg ilyenekben együtt akartunk működni a hivatalos szervekkel, akkor ne legyünk ilyen föld alatti valami mozgalom, hanem mondjuk azt, hogy igen, akkor Hoffmann Rózsát is hívjuk meg, és vele is beszéljünk, ha csak lehet. Mindannyian ismerjük az államtitkár asszonynak az arroganciáját. Nem hiszem, hogy ha elhitnek, akkor nem az lenne belőle, hogy kiállna oda középre, elszónokolná, hogy mi miért vagyunk hülyék, és nem menne ki azonnal. Úgyhogy szerintem ennek nincs úgy. Hát akkor értelme. 29-én Hoffmann Rózsa a Brüsszelben fel fog lépni, és szerintem célszerű ezt a dátumot figyelembe venni. Egyetértünk-e azzal egyáltalán, hogy legyen jogásértek? Most erről fogunk szavazni. Egyetértünk ezzel? A szakértői fórum, az is oké? Brüsszelben 11 pont. Létrejött még egy a sejtekből egy nagy sejt, egy a következő hallgatói fórumot szervező
csapat, és szerintem ez egy hihetetlenül nagy eredmény, ez azt jelenti, hogy a hallgatói fórum az egy tényleges igény, valamit hosszú távon elkezdünk, és szeretnénk egy tényleges, nem korrupt, és progresszív hallgatói érdekképviseleti csoportot akár országos szinten megszervezni, mi alulról diákok.